Sziasztok, nehogy tovább menj, hallgass végig a videómat. Jó, melyik az a gyógynövény, amelyikben van C-vitamin és vas is? És még a többi okosság. Na ezt hallgass meg, fő az egészség, mindent tegyél meg az egészségedért, amíg megvan, addig vigyázz rá, aztán később is vigyázhatsz. Úgyhogy légy szíves, hallgass végig a videómat, nyomj egy lájkot, osszátok, puszi nektek, sziasztok! Hallgassd, like! Leszűkítik, esetleg később elé zárják a vérútját. Amikor még csak leszűkítik, a szívnek erőlködni kell, hogy átnyomja ott a vért, hogy mindenhova eljusson belőle benne a táplálék meg az oxigén. A hibás fehér vérsejtek termelését kell megszüntetni. A lépés a csontvelő termeli a vérünket, a lépnek és a csontvelőnek C-vitamin és vas kell. A vas csak a C-vitamin hatására épül be a csontvelőbe, tehát olyan növényt kell használni, amelyikben van vas és meg C-vitamin is, csalánlevél, fekete rébízű levél, cégla. Nagyon sok ilyen növény van, amiben van C-vitamin is, meg van benne vas is, de egyszerűen lehet úgy is használni, hogy valaki használja például a béres cseppet. Ahhoz adnak C-vitamint is, meg azért adják. Sok nő nem szereti a béres cseppet, mert elhízik tőle. Nem attól hízik el. Attól hízik el, hogy sokat eszik. Többet, mint amennyit lemozog. Mindenki attól hízik el. Nem a vastól. Vagy nem attól, hogy alul működik a pajzsmirigye. Mert például az én pajzsmirigyem is volt, egy fél év alul működött, és én azt mondtam, hogy én nem akarok hízni, és egyszerűen nem vacsoráztam. És inkább fogytam egy kicsit. Aztán elmúlt az alul működés is a pajzsmirigyemnek, teákon. Tehát ez volt az egyik ok, fölmegy a vérnyomás. A második ok, azt mondják, hogy a koleszterin. A koleszterin túltermelés. Valóban a koleszterin okozza, de nem úgy, hogy a koleszterin zárja el a vérútját, vagy szűkíti le a vérútját, hanem úgy, hogy a koleszterin, ha egy kicsikét több a felső határnál, akkor ezt a rugalmasságát elveszíti, csak így lüktet, és akkor a méz meg tud telepedni, mert amíg így lüktet, ledobja. Tehát tulajdonképpen a koleszterint. Most itt vita van az orvosok meg a természetgyógyászok között, mert az orvosok azt mondják, hogy 5,2 az összkoleszterin érték felső határa nálunk Magyarországon. Azt nem mondják, hogy Svédországban 7 ugyanaz az érték. Azt sem mondják, hogy Izraelben meg 7,3 ugyanaz az érték. És azt sem mondják, hogy Magyarországon a 60-as évek végén, én emlékszem rá, 6,8 tized volt az összkoleszterin érték felső határa. Aztán levitték 5,2-re. Na most itt én szerintem az a probléma, idézem dr. Csedő doktor urat, aki a Marosvásárhelyi Egyetemen, Orvos Egyetemen tanít. Előadást tartott Székelyföldön, Csíksomjón, a Székely Gyógynövényi Napon. Én is ott voltam, hallgattam. Következőket mondta, minden gyógyszergyárnak van egy olyan részege, amelyiknek ki kell találni betegségeket. Az a feladatuk. Nálunk, ott Erdélyben, kitalálták, hogy az összkoleszterin értéket leviszik 5,2-re. 5,3-nál, 5,4-nél adnak egy gyógyszert koleszterin csökkentésre. Arra a gyógyszerre rá van írva, hogy májkárosító lehet, arra is adnak egy gyógyszert. Az agykéreg koleszterinből van.
hosszú időn keresztül az agykéreg nem kap koleszterin utánpótlást, kialakul az Alzheimer-kor, arra is adnak egy gyógyszert. Vagy kialakul a Parkinson-kor, arra is adnak egy gyógyszert. Ő mondta, nálunk itt Romániában, érdekes a székek, nem mondják, hogy Erdélybe, azt mondják, hogy Romániában. Szomorú számomra. Nálunk itt Romániában azt mondja, ezt egy egészséges emberen csinálják. Sajnos nálunk is 5-2 a koleszterin felső értéke. Ettől függetlenül mondom, szóval ha már 6 fölött van a koleszterin, én szerintem az agykéreg kap elég koleszterin utánpótlást, de akkor már elveszti az érfala rugalmasságát. És megtelepszik benne a méz. Tehát nem szabad 6-6, az enyém 6-4. Nem ad a háziorvosom semmit rá. 6-4-nél, én szerintem, vagy 6-5-nél feljebb nem szabad engedni a koleszterin, tyúkúr, teakeverékkel lehet csökkenteni rendszeresen, vagy magával a tyúkúrral. Mert ha a koleszterin ugye megvastagodik, vagy magasabb lesz, akkor tényleg a méz, lerakodott méz megszünteti a jó vérellátást, mindenütt leszűkül a vér útja, föl kell menni, fölmegy a vérnyomása.